Vidám verép csapat a téli etető és itató körül. Létszámukból fakadóan ők a leggyakoribb vendégek a lakóházakhoz, lakásokhoz kihelyezett etető alkalmatosságoknál. A nálunk telelő madarak nagy része kistestű, vagyis a téli hidegben szükségük van a folyamatos energia utánpótlásra. Ha szerencsénk van, akkor ebben az időszakban gyakran találkozhatunk szén vagy kék cinegével, vörösbegyel, sárga vagy fekete rigóval, megyvágóval, csúszkával vagy éppen őszapóval. De néha a nagyobb gerdék is meglátogatnak bennünket. A so Sokféle madár sokféle táplálékot elfogyaszt, de van, amit egyiküknek sem szabad adni. Nagyon fontos, hogy mivel etetjük a madarakat. Ugye a kenyér, amit nagyon sokszor szoktak adni az emberek a vízi madaraknak, vagy akár a kis verebeknek bent a városban, az nagyon egészségtelen, tehát kenyeret semmiképpen nem szabad nekik adni. Teltségérzetet okoz nekik, de nincsen semmi tápanyag benne, és nagyon könnyen éhen halhatnak tőle, illetve megbetegedhetnek, mert nem kapnak semmilyen vitamint ezzel együtt amit szabad nekik adni, és nagyon szeretik, az a napraforgó mag, vagy földi mogyoró, dió, török mogyoró, tehát az olajos magokat nagyon szeretik, akár cinkegolyót lehet adni nekik, a fagyú a cinkegolyóban segíti őket, hogy zsírt raktározzanak el illetve akár mi is otthon készíthetünk kis cinge golyókat és azt teszünk bele, amit szeretnénk, kis szotyival keverjük össze, vagy valamilyen kis madármagokkal, de akár almát és, és különböző gyümölcsöket is kitehetünk. A fekete rigók például annak nagyon fognak örülni. A szakértők szerint fontos, hogy tiszteljük meg a kis szárnyas vendégeinket azzal is, hogy nem adunk nekik romlott ételt, penészes, rothadt, erjedt gyümölcsöt vagy zöldséget, vagy fűszeres ételmaradékot, mert az éhes madarak ezeket is elfogyasztják, de nem biztos, hogy a lakomát túlélik. A gyümölcs és zöldség darabkák a folyadékhiány részbeni pótlására is alkalmasak. Az etetés mellett fontos az, hogy itassuk is a madarakat ilyenkor. Sokkal nehezebben találnak vizet nem csak a meleg időkben, hanem az ilyen fagyos időkben is, hiszen befagynak a vizek, sokkal nehezebben tudnak vízhez jutni. Ezért, hogyha teszünk ki vizet nekik, és rendszeresen ellenőrizzük, hogy ne legyen befagyva, és tudjanak inni belőle, akkor azt is nagyon meg fogják hálálni. Illetve, hogyha elkezdtük az etetést, akkor fontos, hogy ezt rendszeresen újra töltsük az etetőket, és rendszeresen etessük őket a meleg idő kezdetéig, mert ezek a kismadarak számítanak ránk, és ha odaszoknak a tetetőhöz, akkor látogatni fogják minden nap ezeket a helyeket, és ezek a kismadarak napról napra élnek igazából nem tudnak úgy ö, raktározni ennivalót, o, zsírt, ahogyan például a vonuló madarak, ők ö, nagyon vastag zsírréteget ö, halmoznak fel a bőrük alatt, amivel át tudnak repülni akár a tengeren, óceánon is. Viszont ezek a nálunk maradt kis madarak napról napra élnek, és hogyha egy-két nap nem kapnak megfelelő mennyiségű élelmet, akkor viszont ö, éhen is pusztulhatnak. Úgyhogy fontos, hogy mindig újra töltsük az etetőket. A madarak életével és szokásaival foglalkozó szakértők úgy tartják, hogy a téli időszakban is működik a természetes szelet vagyis csak az erős, ügyes, szemfüles egyedek maradnak életben. Szerintük az éhes madárnak is figyelni kell a környezetére, tehát ha veszély leselkedik rá, akkor elrepül, nem eszik tovább. Eténytől függetlenül nem árt, ha azzal is segítjük a túlélésüket, hogy lehetőség szerint jól belátható, magasabb helyre tesszük az etetőt. Lehet természetesen földi etetőt is, tehát a földre kiszórni a magokat, azt is nagyon szívesen elfogyasszák a madarak, nem fognak válogatni, viszont sokkal biztonságosabb és ragadozóktól mentesebb, például házi macskáktól mentesebb, hogyha egy olyan ágra akasszuk fel az etetőt, amit a madarak elérnek, de mondjuk a cicó nem tud felmászni rá. Illetve az se feltétlenül probléma, hogyha van a madáretetőnek egy teteje, nem ázik be az ennivaló, és nem kell kidobnunk feleslegesen élelmet a madarak elől. Nagy Ingridtől megtudtuk, hogy a madáretetésre, vagyis a legkomplexebb madárvédelmi tevékenységre csak a téli hónapokban van szükség. Március után, vagyis a költési időszakban a fiókák kikelését követően nehetessük a madarakat, mert az a mageleséget megemészteni nem képes fiókák pusztulását okozza.